Teljesen megtöltötte a teherautó platóját az a tüzelni való faanyag, amit Vízi Hajnalka, az Összefogás a Városunkért civil szervezet alelnöke ajánlott fel egy rászoruló családnak. Az adományt Keresztes Attilánél vette át, aki párjával együtt 4 gyermeket nevel. Azt mondja, ez nagy segítség a számukra, mert még mindig fűtenek. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők révén ráadásul nem csak tűzifához, hanem tablethez és DVD lejátszóhoz is hozzájutott a család, amivel könnyebbé válnak a hétköznapok és a digitális oktatás is. Kapunk egy DVD lejátszót, ami nagyon szuper, mert tudunk nézni meséket, mert nekünk DVD lejátszónk van, az nagyon régi fajta, azokat már nyúlik a szallag, már nagyon megnéztük őket, mert kap a kislányom egy tabletet, ami nagyon nagy segítség, mivel az én egy telefonomon a tanulás lehetősége sajnos nem nagyon lehet. Az Összefogás a Városunkért az egyik közösségi oldalon jött létre, eredetileg a kórházi dolgozók és buszsofőrök megsegítésére, akik a koronavírus járvány idején is kitartanak. Úgy kinőtte magát, hogy elkezdtük keresni azokat is, akik most inkább kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mert mondjuk elvesztették a munkahelyüket, több gyermeket nevelnek, és jöttek kérések is, és akkor így próbáljuk összekötni a felajánlásokat a kérésekkel. Az Összefogás a Városunkért civil szervezet és a szekszárdi városvédők összesen több mint 3500 taggal rendelkeznek az egyik közösségi oldalon. A két szervezet több mint 1,5 millió forint értékű adományt adott már át eddig.